Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. A Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És testvéreim, mielőtt Isten igéjét meghallgatjuk, és Krisztus már áldozatában részt veszünk, kérjük Istentől bűneink bocsánatát. A Szentmise szándéka hálából az elmúlt évéért. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat. Irgalmazza nekünk a mindenható Isten. Bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.
Könyörögjünk. Mindenható Isten, te szent fiad születésével új módon és tökéletesen magadhoz kapcsoltad az emberiséget. Kérünk, ismer minket magadénak fiad kedveért, mert ő az egész emberi nem üdvözítője, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké. Amen. Szent Lecke, Szent János apostol első leveléből. Gyermekeim, itt az utolsó óra. Amint hallottátok, eljön az Antikrisztus. Már eddig is sok Antikrisztus lépett föl, ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk kerültek ki, de nem tartoztak közénk. Ha közénk tartoztak volna, velünk maradtak volna. De rajtuk kellett nyilvánvalóvá lenni, hogy nem mindenki tartozik közénk. Ti azonban a Szentlélek kenetében részesültetek, és ezt mindannyian tudjátok. Nem azért írtam nektek, mintha nem ismernétek az igazságot, hanem azért, mert ismeritek. És azt is tudjátok, hogy semmiféle hazugság nem származik az igazságból. Ez az Isten igéje. Vigadozzanak az egek, örvegyen az egész világ. Vigadozzanak az egek, örvegyen az egész világ. Énekeljetek az Úrnak új éneket, minden föld az Úrnak énekelje. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, napról napra hirdessétek üdvösségét. Vigadozzanak az egek, örvegyen az egész világ. Örvegyen az ég, a föld újjongjon, zúgjon a tenger, és ami betölti. Örvendjen a mező, és minden, ami rajta van. Vigadozzanak az egek, örvendjen az egész világ. Újjongjon az erdő minden fája, az Úr színe előtt, mert eljön. Jön, hogy ítélje a földet, igazságosan ítéli meg a föld kerekséget, és a népeket hűsége szerint. Vigadozzanak az egek, örvendjen az egész megadta, hogy Isten fiai legyenek. Alleluja, alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek.
Evangélium Szent János könyvéből. Kezdetben volt az ige. Az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő volt kezdetben Istennél, minden ő általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Ő benne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Fölépett egy ember, akit Isten küldött, János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. Az ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ ő általa lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övei nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek, azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És az ige testé lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségeit, mely az Atya egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. János tanúságot tedd róla, amikor ezt hirdette. Ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk. A kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg. Istent soha senki nem látta, Isten egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki. Ezek az evangélium igéi. Imádkozzunk testvéreim Krisztus Urunkhoz, az élő Isten egyszülött fiához, aki testet öltött és emberé lett. Isten szent népéért, hogy egységben tegyen tanúságot a világosságról, mely minden embert megvilágít. Kérünk téged, hallgass meg minket. Az egész világért, hogy fölfogja a világosságot, befogadja az igét, s így kegyelem és igazság legyen osztály része. Kérünk téged, hallgass meg minket. Közösségünkért, hogy mindannyian, akik teljességedből részesültünk, az utolsó órában megláthassuk dicsőségedet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Magányos testvéreinkért, hogy a karácsonyi szent időben tapasztalják meg ők is szeretetedet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Az ebben az évben eltávozott testvéreinkért, hogy akik hittel vallották eljöveteledet, találkozzanak veled örök dicsőségedben. Kérünk téged, hallgass meg. Hidő Ura Istene, hálát adunk neked, hogy egész esztendőben segítettél bennünket, és még időt engedsz javulásunkra. Legyen ezért neked tisztelet és dicsőség mindörökké. Amen. Amen. Yeah.
hozzá sietnek, örömre ébrednének minden teremtmények, mind őt imádják és magasztalják. Örömre ébrednének minden teremtmények, mind őt imádják. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, Te vagy az igazi buzgóság és békesség forrása. Add meg, kérünk, hogy méltóképpen tiszteljük fölségedet ezzel az áldozati ajándékkal, és miközben részt veszünk a szent áldozatban, mindnyájunk szíve egyesüljön a hitben, Krisztus a mi Úrunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó, igazságos, illős, üdvös, hogy mindig is mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. A mai nagyon felragyogott benne megváltásunk fénye, az örök iget gyarló emberségünket magára vette, és ezzel a halandó emberre fagyhatatlan dicsőség származott, sőt, csodálatos cserével mieink lett isteni örök és boldog élete. Ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítjünk téged, és újjongva zengjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként adotta magad a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek, adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Adott a tanítványainak, és így szólt, vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyha, az új és örök szövetségei. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét is hálát adunk, mert arra méltottál minket, hogy színed előtt állhattunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesüljünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsad az egész világon, tehát tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész popsággal együtt.
Emlékezzé meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket, szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő egyesével, a Szent Apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiat által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tiszteled és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Isten emberei lett, hogy mi Isten gyermekei lehessünk, ezért merünk így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hogy kegyesen békeid napjainkban, hogy irgalmadból minden kar bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Jézus Krisztus születésekor az angyalok békét hirdettek a földnek, ezért kérjük, Urunk, Jézus Krisztus béke fejedelme, ne vétkeinket nézett, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békeiben, és add meg teljes egységeid, aki élsz és uralkod el mindörökkön, örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a nevedet. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Isten báránya. Éme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hanem csak egy szóval mond, mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben.
neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Krisztus lelke, szentelj meg engem. Ihlesd meg engem. Kifolyó víz most tisztára engem. Erősíts meg engem. Szent sebeid rejts el engem. Szakadjok tőled, oltalmaz engem, magadhoz engem, és szentélyben dicsőjöttünk. Könyörgünk. Istenünk, te sokféle segítő kegyelmeddel kormányozod népedet, kérünk, oltalmazz mind a jelenben, mind a jövőben, hogy a nélkülözhetetlen mulandó javak használatából ösztönzést merítve, még hűségesebben törekedik az örökké valókra. Krisztus, a mi Urunk által. Testvéreim, Szent János és nekünk szóval is mindenkinek ugyanaz a gondunk, ugyanazzal a nehézséggel küzdünk, hogyan tudjuk véges emberi értelmünkkel felfogni a végtelen Istent. Ő mindig előttünk a nagy titok. És nagy paradoxon, atya és titok. Barát és titok. Úr és barát. Hogyan ismerhetjük meg a láthatatlan, de emberé lett, s ezáltal láthatóvá vált Istent. Isten Jézus Krisztusban kimondja, megmutatja önmagát, láthatóvá teszi magát előttünk. Jézus Krisztusban. Ha hiszünk benne, Isten gyermekei leszünk, s vagyunk, s halálunk után örökre Istennel élhetünk. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Istenhez járul, annak hinnie kell,
hogy ő van, és megjutalmazza az őt keresőket. Levél a zsidóknak. A kicsiny hitű apostoloknak Jézus könyörök, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Higgyétek, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem. Ha másképp nem, legalább tetteimért higgyetek. A Krisztus követés útja ez számunkra, mert mi más jelentene a Betlehemből induló és a Jeruzsálem melletti Golgotán végződő út? Ezen az úton minden előttünk álló lépés próbára teszi reményünket, és minden megtett lépés megerősíti reményünket. Mit hoz számunkra a jövő? Mivel kell szembenéznünk holnap? Milyen meglepetést tartogat számunkra a következő időszak? Az aggodásból és a jövőtől való félelemből csak a remény tud minket kiemelni. A jó cselekedetek mindennapi megtételére csak a remény tud bennünket ösztönözni. Az új esztendő minden napján legyen velünk Krisztus, életünk reménye. A polgári év utolsó napja, hálódással állunk Isten elé. Megköszönjük minden kegyelmeit, minden erejét, minden próbáért. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békeivel. Oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, hanem oltalmaz meg minket. Amen. Adj meg nyugodalmat a meghalt híveknek. És